kicsavart fák, megrongált tetők, felfrissülés helyett pusztítást hozott a vihar orosházán. Tóth Komlóson a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulójára emlékeztek. Siker a Szeged ellen, 4-1-re győzött az Előre foci csapata. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Békés megyére is narancssárga riasztást adtak ki vasárnap késő délutánra várható viharok miatt, de még napközben tombolt a kánikula, és sok helyen, például a gyulai fürdővárosban még jelesen volt a közelgő rossz időnek. A várfürdő több mint 5000 fős látogatószámmal működött. A fürdő egyik különlegessége, hogy a jó minőségű gyógyvízben vízi aerobikozhatnak a látogatók. A fűes területen már másfajta mozgásformát próbálhattak ki. Voltak olyanok, akik az árnyékos helyeket, például a várfürdő ősparkját keresték, így a nagy hőségben inkább a pihenésnek szentelték a napot. Családbarát, változatos programokkal, jó ételekkel, csak jó idő kell hozzá. Csúszdázunk, medencézünk, kibe. A gyulai fürdő egész héten nagyon komoly eredményeket, látogató számokat produkált. Hogyha jobban belegondolunk, hogy a 4000-es szám az átlagban szokott lenni, most például a mai napon közel 5000-en vannak már itt. Ez egy igazi turisztikai paradicsom, de ilyenkor nem csak a turisták, hanem a Gyulán élők, a Gyulán lakók is nagyon szívesen látogatnak ki ide. Múlt héten megdőlt az országos melegrekord. Augusztus 4-én a Békés megyei Békés Sámsonon 40,1 fokot mértek. A várfürdőben különböző programokkal is várták azokat, akik a vízpart mellé menekültek a kánikula elől. De megfordult itt nótaénekes nemrég, továbbá nagy zenekar élőben persze. Úgy robta mindenki a Beatles dalokra a magáét, hogy öröm volt látni. De riói szambatáncosok ugyanúgy fellépnek itt nálunk, mint Zumba Fesztivál, vagy éppen Kristály Fesztivál. Ezentúl található itt Aikido bemutató, Kyokushinkai, társastánc vagy akár jóga. A hétvégén a medencék is folyamatosan tele voltak fürdőzőkkel. Felfrissülés helyett hatalmas károkat okozott országszerte a hidegfront, amely vasárnap érte el hazánkat. A vihar Orosházán végezte a legnagyobb pusztítást, ahol a közel 100 km/órás szél és a jégeső fákat csavart ki, ágakat szakított le, de tetőszerkezeteket is megrongált. Több mint 150 helyszínen riasztották a hivatásos és önkéntes mentőszervezeteket. Mintegy 60 helyszínen még hétfőn délelőtt is dolgoztak a károk felszámolásán. Még a jelzőtábla is kidőlt, akkora vihar csapott le vasárnap késő délután Orosházára. A hidegfront heves zivatarral, viharos széllel és jégesővel járt, ami több ház tetejét is megbontotta. Szinte nem volt olyan utca, ahol az úton vagy a járdán ne lettek volna a földből kicsavart fák vagy leszakadt ágak. Elég ijesztő volt, mi a 2 éves kisfiammal voltunk bent. Igazából csak azt hallottuk, hogy dörög-dörög villámlik. Ebből a nagy pusztításból lehúzott redőny mögött semmit nem lehet hallani igazából. Amikor felhúztam a redőnyt, akkor láttam meg, hogy fák, szanasz éjjel. A dottorról ezúttal nem az orosházi nevezetességeket láthatták a turisták, hanem azt, hogy milyen pusztítást végzett a néhány órával korábban lecsapó orkán erejű szél. Több orosházi is azt mondta, hogy ekkora viharra nem emlékszik az elmúlt évtizedekből. Morgott, össze-vissza forgott. A szél kavarta az esőt, jeget. Azt itt az eredmény. A hivatásos és önkéntes mentőszervezeteket csak Orosházán több mint 150 helyre riasztották. Volt, ahol maguk a lakók kezdték el feldarabolni a házakra vagy a garázsokra zuhant fákat. Az egyik legnagyobb kárt a kórház környékén okozta a vihar. Itt ablakok törtek be, az épület egyik oldalára fadölt és a tetőszerkezetet is megbontotta a szél. Emiatt információink szerint 10 beteget másik kórterembe helyeztek át, de az ellátás folyamatos maradt. Orosháza térségében a kórházat, illetve a mentőszolgálatot érte a viharkárok a legjelentősebben. Itt fakidőlések voltak, és ide mentek először a kollégáink, hiszen a betegellátást meg kellett oldaniuk. De emellett az Orosháza és Szeged vasútvonal is károsodott, jelenleg a vasúti forgalom nem üzemel, illetve a 47-es számú főút is átmenetileg lezárásra került a fakidőlések miatt. A vasárnapi vihar után Békés megyében több mint 2600 háztartásban nem volt áramszolgáltatás másnap reggel, mivel a heves szél miatt fák dőltek a villanyvezetékekre. A kárfelszámolás több helyen egészen hétfő délutánig tartott.
Emberhez méltó életet csak a szülőföldön lehet élni. Ez az egyetemes emberi jog pedig mindenkit megillet. Erről beszélt Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke szombaton a Békés megyei Tótkomluson, ahol a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulójára emlékeztek. Az eseményt szimbolikus helyszínen a vasútállomáson rendezték meg, amelynek épületén a megbékélés jegyében készült szlovák-magyar nyelvű emléktáblát is avattak. Ökumenikus és kétnyelvű istentisztelettel fejezték ki az összetartozást a tótkomlósiak és a meghívott vendégek. A város nem véletlenül hordja nevében is a szlovák nemzetiségre utaló Tót megnevezést. Magát a települést 1746-ban 80 szlovák ajkú család alapította. Ez a mai napig meghatározza a város összetételét, hiszen az itt élő idősek a mai napig beszélik a szlovák nyelvet, igyekeznek a fiataloknak a szlovák nyelv tudását átadni. Bízunk benne, hogy ez működni fog, és az asszimiláció nagyon lassú lesz. A II. Világháború utáni erőszakos csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulóján a megbékélés éve feliratú emléktáblát avattak a vasútállomás épületén, ahová egykor megérkeztek az áttelepített családok. A Békés megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke arra emlékeztetett, hogy a 19. században a nemzetiségek békés egymás mellett élése volt a jellemző a viharsarokban egészen a II. Világháborúig. Zsidó honfitársaink elhurcolása és elpusztítása, német honfitársaink kiüzetése és a csehszlovák-magyar lakosságcsere is erőszakkal tépte szét Békésvár megye társadalmának képét. Ünnepi beszédében a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy nagy előrelépés történt a rendszerváltás óta a szlovák-magyar kapcsolatok javulásában, de a katarzisra még várni kell. Németh Zsolt szerint azonban a Szerbiával való viszony közelmúltbeli rendeződése bebizonyította, hogy van esélye történelmi megbékélésre. Azon az úton haladunk Szlovákiával is, hogy elérjünk ebbe a helyzetbe, ami van, az lehetséges. Ha a szerbekkel lehetséges volt, akkor azt gondolom a szlovákokkal is lehetséges lesz. Az ünnepség zárásaként a meghívottak egy fát ültettek el a vasútállomás kertjében. Hétfőn éjfélig jelentkezhetnek a 2017-es pótfelvételire azok a diákok, akik a rendes eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe, vagy idén nem nyújtottak be kérelmet. A jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés az e-felvételi rendszerében zajlik. Idén már a hitelesítésre is a jelentkezési határidőn belül van lehetőség, ezt ügyfélkapun vagy postán lehet intézni. A felvi.hu oldalon közzétett tájékoztató szerint jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, és csak egyetlen képzés jelölhető meg. Újabb támogatást kapott a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány. A fundáció elsődleges célja, hogy elősegítse a Békés megyét ellátó koraszülött mentőautó beszerzését, majd működtetését. Ezúttal Bruder Károly textilszobrász 100 000 forinttal és két alkotással támogatta az alapítványt. Az Erkel Ferenc Művelődési Központban állítják ki azt a két alkotást, amelyeket a gyulai születésű Bruder Károly adományozott. A textilszobrász szüleivel együtt a Gyulai Kórház alkalmazottja volt, így egyértelmű volt számára, miért támogatja az egészségügyet. Paperpoltechnikát úgy ki lehet elképzelni, hogy van ez a különleges ragasztónk, ami teljesen akkó, ami otthon háztartásba. Nem használunk, azt mindent fel lehet benne, tehát egy újrahasznosításról szól az egész, de ugyanúgy tudunk, tehát ugyanúgy foglalkozunk médiamixen, mi úgy hívjuk, tehát van egy fénykép vagy egy hölgy, és akkor azt a körbe, textilel körbe rakjuk, különböző kiegészítők vannak hozzá, de ugyanúgy felhasználjuk a kavicsot, tehát amit a természetben találunk mindent. Az egyik alkotás a gyermek születését, a másik azt a pillanatot örökíti meg, amikor az újszülött először találkozik a családjával, tette hozzá az alkotó. Dr. Abdulrahman Abdullah Mohamed elmondta, szeptember 30-án kapják meg a mentőautót, amelynek jelenleg a felszerelésére és működtetésére gyűjtenek. Folyamatosan érkeznek felajánlások civil emberektől, cégektől. A másik fázis, ez pedig a fenntartás, működtetni kell a mentőautót, és nekünk aktívan kell, hogy részt vegyünk, segíteni, támogatni, hogy zökkenőmentesen működjön ez a mentőautó. A kuratórium elnöke elmondta, a két alkotásra az alapítvány honlapján lehet majd licitálni, a befolyt összeg a koraszülött mentő céljait segíti a jövőben.
az Összefogás a Sérült Gyermekekért Egyesület idén is megrendezte a Pocakos Triatlont Gyulán. A rajt és a cél a Kempftó melletti szabadidőcentrumnál volt. A vállalkozó szellemű versenyzőkre 500 méter úszás, 15 km kerékpározás és 3500 méter futás várt. Az óriási hőség miatt idén voltak olyanok, akik regisztráltak ugyan, de nem jöttek el a versenyre, így is népszerű volt a rendezvény, mintegy 150-en vettek részt rajta. Felföldi Sándor, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy az Összefogás a Sérült Gyermekekért Egyesület minden évben három nagy sportversenyt szervez jótékonysági céllal. A Fuss a Sérült Gyermekekért elnevezésű fürdőfutást, a Pocakos Triatlont és a Halloween futást. Mindig kitűzünk valami nagy célt. Évekkel ezelőtt vásároltunk ugye életmentő készüléket a gyermekkórháznak. Most az idei évben sikerült átadnunk egy jelentősebb összeget a koraszülő mentő autó megvásárlására, illetve egy nagy álmunk teljesült már most már harmadik éve, ami tegnap zajlódott le egy 5-7-es átjárás tábor néven, amelyben mintegy 600 sérült, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nyaraltattunk Gyulának. A Kazinc Balcikával szemben elszenvedett vereséget követően mindenképp a javítást célozta meg. A Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó Merkantil Bank Liga második fordulójában. Bolyer Gábor együttese ugyan egy potyagól után hátrányba került, de az első félidőben fordított és 4-1-es sikert aratott a Szeged 2011 ellen. A fehér mezben pályára lépő csabaiak támadólag léptek fel. Szatmári István már az első percben tesztelte Szántai Levente reflexeit. Majd a negyedik percben Nagy Sándor próbálkozott, a kapus ismét a helyén volt. A bajnoki mérkőzései Gyulán játszó Szeged 2011 első lövése veszélytelen volt. A másik oldalon viszont bírtalan boton drontott Zitzert, a 17. percben Szántai és a kapufa közösen hárított. A 22. percben óriási potyagollal szerzett vezetést a házigazda, Povázsai Zsolt szöglete után Ribánszki saját kapujába ejtette a labdát. A lilák azonban nem jöttek zavarba, 34. percben már gólra váltották a helyzetüket. Szatmári centerezése után Gránic még rontott, de Urbin Péter nem hibázott és egyenlített. A mozgalmas első játékrészt Bóér Gábor együttese zárta jobban. Egy jobb oldali akció után Gránic Patrik és Urbin passzolta ki a hazai védelmet, majd utóbbi talált be közelről, így 2-1-es csabai vezetéssel zárult a félidő. A Viharsarki együttes a szünet után ott folytatta, ahol abba hagyta. Urbin ezúttal a kiszolgálásban jeleskedett, Nagy Sándor lépett ki a védők közül és 11 méterről lőtt a jobb felső sarokba, így két gólosra növelte csapata előnyét. A hazaiak ezt követően kissé hitehagyottan futballoztak, kevés helyzetet tudtak kialakítani. A csabaiak magabiztosan játszottak, a 83. percben pedig Szatmár István értékesített egy kapusról kipattanó labdát és kialakította a 4-1-es végeredményt. Egy nullás vezetés után olyan hibákat követtünk el, ami megbosszulta magát, és az első félidő végén is, és a második félidő elején is kaptunk olyan gólt, ami egy kicsit nagyobb figyelemmel elkerülhető lett volna. Ez megfogta a csapatot, és onnantól kezdve már igazán nem tudtunk talpra állni, nem volt annyi energia a csapatban, hogy esetlegesen ki tudjunk egyenlíteni. A csabai gárda kiköszörülte a csorbát az első fordulós vereséget követően, ráadásul hátrányból fordított és magabiztosan diadalmaskodott. Semmiből kaptunk gólt, és előtte is azért sokkal több kidolgozott helyzetünk volt, sőt, rengeteg kidolgozott helyzetünk volt az első félidőben, gyönyörű akciókat vezettünk. Nyilván azt lehetett érezni azért, hogy még a vezetés, az ellenfél vezetése után is nyugodtan futballozunk és türelmesek vagyunk, és nagyon jól használtuk ki egyébként az adódó lehetőségeket. Annyit hozzátennék, hogy ahogy múlt héten nem kellett volna eltemetni a csapatot, most ugyanúgy nem kell felemelni a magaslatokba. Ha a fehérek vasárnap folytatják a bajnokságot, akkor az NB1 egyik kiesője az MTK látogat a Kórház utcai stadionba. A iradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!